A tavasz az óvodai beiratkozások időpontja, amikor sok szülő életében először találkozik az intézményválasztás kérdésével. A döntés nem egyszerű, hiszen az óvodai nevelés rendkívül meghatározó az ember életében. A legtöbb kisgyermeknek ez az első szocializációs szintere, az itt szerzett tapasztalatok végig kísérik mindennapjait. A csoportban megtanult ismeretek a későbbi iskolai tanulmányok alapjai lesznek. Ezért tehát kiemelten fontos, milyen óvodai környezetbe kerül a kisgyermek. A minőségi időben Gilice Zoltánnal, a Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodájának vezetőjével beszélgettünk az óvodaválasztással kapcsolatos tudnivalókról. Mik azok a legfontosabb szempontok, amiket érdemes figyelembe venni óvodaválasztáskor? Amikor a családok így tavasszal elindulnak az óvodába, akkor általában azt szoktuk javasolni, hogy két fontos dolgot vegyenek legelőször szemügyre. Az egyik maga az intézmény közelsége, hiszen egy olyan pici gyermekről van szó, akinek a mindennapi utaztatás, a mindennapi ingázás, az bizony terhes lehet. A másik pedig annak az óvodának a pedagógiai programja, amely ugye a honlapokon mindenhol olvasható, illetve az óvodába belépve, akkor el is kérhető, leemelhető a polcról is, hogy valóban az 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 értékrend, az az a program, ami a család számára igazából elfogadhatóvá válik, hiszen egy közös 3, akár 4 évet fogunk akkor eltölteni abban az intézményben a szülőkkel, és szeretnénk, hogyha az a programhoz, akkor ők is jó szívvel tudnának csatlakozni. Kicsit közelebbről nézem, milyen programokból lehet válogatni például itt a kerületben? Tulajdonképpen az óvodáink ugye az országos nevelés alapprogramjához igazodnak. A célunk az volt, hogy a 9 óvodában és a hozzá kapcsolódó 4 tagóvodában olyan szivárvány színeket tudjunk létrehozni, amelyben egymás mellett férnek el az óvodák, nem pedig egymással versengenek. Vannak helyek, ahol inkább a zöld óvodai értékrendek erősödtek fel. Ezek lesznek a természetjárás, a környezetvédelemnek a megerősítései. Aztán vannak olyan óvodáink, ahol a Montessori vagy éppen a Frené programnak a módszertanisága segíti a szülőket is abban az eligazodásban, hogy mit is takar ez a program igazából. Hogyan tudja a gyermek úgy önmagát megvalósítani, hogy a pedagógus egyfajta facilitátorként mögötte áll, és segíti azokban az önállósági törekvésekben, amely az ő egyéni képességeihez kiemelten fontos. És vannak olyanok, akik olyan programmal igyekeznek megtalálni a családokat, és így ezen keresztül a gyermekeket, amely túl van a természetvédelmen, túl van a Montessori és a Frené programon, és inkább egy kicsit a konstruktív gondolkodás programját próbálják elősegíteni. Ezt igyekszünk mi is az idei keleti programmal minden óvodában egy kicsit majd jobban felserkenteni, hiszen fontos dolognak gondoljuk, hogy a logikai feladatok, a logikai gondolkodás időben, ugye ebben az időszakban már el tudjon indulni. Vannak-e a szülőknek speciális igényei, amik mondjuk az elmúlt években úgymond divatosak lettek? Én azt gondolom, minden szülő mára érzékeli és tudja, hogy ez a 3-6 éves korosztály, ez egy kulcsfontosságú időszaka minden gyermek életében. Azt tudtuk mondani, hogy 0-6-ig szinte minden eldől. Mi 0-3-ig, amikor a családoknál vannak a gyermekek, akkor kevésé tudunk ezekbe a programokba beleszólni, viszont az intézményes nevelési programmal 3 éves kortól már hozzá tudunk kapcsolódni és rá tudunk segíteni ezekre a programokra. Ami a szülők szempontjából, tehát ilyen tekintetben fontos, és mindig kérik is, és segítségünket várják ebben, hogy az intézményes nevelés segítse meg az otthon lévő családi nevelést, hiszen az egyik egy tudatos, az egy formázott, ugye nagyon átgondolt, a másik meg természetesen a családi, az meg saját gondolatokból, saját inspirációkból épül, és arra alapszik. Nagyon fontossá vált, hogy megnövekedett a táplálékallergiás gyermekek száma. Majdnem minden szülő aggodalommal szokta figyelni, hogy majd milyen óvodában van táplálékallergiás megoldási lehetőség, hogy tudjuk ezt a programot segíteni. 2009-ben indult a Hegyvidéki Mesevár óvoda és játszóház itt a Hegyvidéken, akinél ez a kórházi konyhának köszönhetően már 2009-ben meg tudott valósulni, és nagyon sokáig, egészen 2011. január 1-ig ez az óvoda látta el az egész Hegyvidéken ezt a szintet, de ezt követően újra gondolva a kérdést, az volt a gondolatom, hogy fontos lenne, hogy minden óvodában ezt a táplálékallergiás lehetőséget tudjuk biztosítani, és a közbeszerzésnek köszönhetően egy olyan konyhával tudtunk szerződni, amely most már valamennyi óvodába egy akár 25 féle táplálékallergiás nehézséget is tud kezelni, napi szinten egyénre lebontva ezeket az ételeket szállítani.
A szülők számára másik tekintetben ugyanis fontos lehet, hogy hogyan tudunk az iskolára majd hosszú távon rákészülni. Mindig azt szoktuk mondani, az óvoda az nem az iskola előkészítője, hanem egy olyan fajta 3-4 évig tartó időszak, amelyben olyan alapkészségeket igyekszünk fejleszteni, és olyan nevezzük így kompetenciákat, amelyben sikeressé tudjuk tenni a gyermekeket, azt gondoljuk, az iskolába. A testi fejlettség, a testi érettség ugye az automatikusan adódik, rajzolódik. Mi ehhez a mindennapos mozgással azt gondolom viszont nagy mértékben hozzá tudunk segíteni, hiszen a nagy mozgásokkal majd a finom mozgások finoman alakulnak. Az érési folyamatokban ugye még egy intézménynevelés sem tud beleszólni, tehát függetlenül a különféle játékos tanulás keretében azért a kognitív ismereteket kellőképpen tudjuk fejleszteni, és már azt tudom mondani, hogy a korábbi évekhez képest mindig egy magasabb szintű kognitív tudással tudnak belépni a gyermekek az iskolákba, amely mindig egy nagyon pozitívum, hiszen olyan plusz ismereteket tudunk biztosítani a gyerekek számára, amely aztán nagyon jól hasznosítható az iskolában, ott is egy egyéni fejlesztés differenciál kezdődik meg. És mindig a legérzékenyebb téma a szociális viszonyulás, a szociális érzékenyítés, és ebben lesz az óvodáknak a szülői házzal egy nagyon fontos közös kapcsolata, ezt szoktam így kérni, tehát a szülői ház az óvodáktól, és viszont is, hogy azokat az erkölcsi értékeket, azokat az esztétikai elemeket, azokat úgy fejlesszük közösen, hogy valóban az a magatartási attitűd, amihoz kell, hogy a társakat jól el tudjuk fogadni, meg tudjuk várni a másiknak a mondatát be, hogy be tudja fejezni, és természetesen az együttélés szabályait meg közösen le tudjuk rakni. Ezek lesznek ugye majd az iskolába lépésnek is alapvető szabályai. Azt kell mondjam, hogy amikor az iskolák visszajeleznek, általában ezek azok a pontok, amelyeket ők is az iskolaegység szempontjából akkor fontosnak és kiemeltnek gondolnak. Ilyen értelemben tehát ez a hármasság, ez a szülői ház igényével azonosulni tud. Még egy kicsit a választásnál maradva, a szülők persze segítenek egymásnak baba-mama klubokban vagy a játszótéren, de mi az a professzionális kör, ahova lehet fordulni, vagy kihez, mihez lehet fordulni? Azt gondolom, hogy maga az intézményes nevelés, ahogy beszéltük, ami a 3 éves kortól, akkor tehát így megkezdődik az óvodai mindennapokkal, egy olyan fajta kiteljesülést adhat és biztosít a családok számára, amely mindenki számára megnyugvás. Melyek is ezek? Maga az óvoda ugye reggel 8-9 órától egészen 3 óráig egy úgynevezett aktív nevelési programot biztosít, ezt hívjuk mi aktív nevelési időszaknak, amely teljesen ingyenes a családok számára, ami ebben a programban belefér, és ott ezekkel a játékos tanulásokkal, a tanulmányi kirándulásokkal, sétákkal, az önkormányzat által biztosított akár bioprogrammal, akár a síelési programmal, vagy éppen ide kapcsolhatnánk a kognitív tudást fog biztosító és egy kicsit fejlesztő programot is, kap a gyermek egy olyan személyiségfejlődési mutatót és egy olyan teljes harmonizációt, amely mellé, hogyha a délutáni programokat még a család választja, akkor valóban azt gondolom, hogy teljesít tud válni az egész nap. Mit is takar ez? A szülőknek az igényét az óvodák minden alkalommal az év elején felmérik, és ennek megfelelően adnak olyan lehetőséget a délutánban, akár gondolok itt a táncra, néptáncra, vagy gondolok itt a sportfoglalkozásokra, amelyek az adott óvodában akkor egy kiegészítést, kiteljesedést adhatnak a gyermekeknek. Aztán az óvodáknak van egy olyan jelzőrendszere is, amely a családsegítő gyermekjóléti szolgálattal áll kapcsolatban, vagy a pedagógiai szakszolgálattal, amit jobban ismernek a szülők régi nevén a nevelési tanácsadóval, ahová szintén akár vagy az óvodán keresztül, vagy éppen az óvoda segítségével megadásával önállóan a családok tudnak ebbe a jelzőrendszeres intézményhálóba belépni, és ott is tudnak olyan segítségeket kapni, amely a mindennapi nevelést, a mindennapi tevékenységet akkor biztosíthatja, és ilyen szempontból egy picit szakmaibbá tudja tenni a családi nevelést. Elhangzott most már többször a 3 éves korhatár, ami az idei nevelési évtől kötelező 3 éves kortól óvodába járatni a gyerekeket. Hogyan kell ezt elképzelni gyakorlatban, és miért mondhatjuk azt, hogy igazából nem is feltétlenül kötelező? Azt gondolom, hogy maga a köznyelv a sokszor leegyszerűsíti a törvényben foglaltakat, hogy jobban megértsük, félszavakból is értsük ezeket a dolgokat. Nagyon fontosnak gondolom azonban, hogy a kötelezőség melyik oldalra tesz kötelezőséget, és kinek nem tesz kötelezőséget. Azt gondolom, hogy a törvény passzusai egyértelművé teszik,
hogy az önkormányzatoknak, a mindenkori fenntartónak van kötelezettsége abban az esetben, hogyha egy gyermek egy adott évben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, akkor most majd 15. szeptember 1-től, ha és amennyiben ő jelentkezik a beiratkozás során, akkor ő felvételt nyerjen és elinduljon szeptember 1-ével a 2015-2016-os nevelési év első napjával az ő óvodai élete. Ugyanakkor azt gondoljuk többen, hogy nem minden gyermek feltétlenül kell, hogy óvodába lépjen, vannak olyan családi helyzetek, vannak olyan egyediségek, amelyek azt mondják ki, hogy nem baj, hogyha 4 évesen, akár 5 évesen indul neki óvodába. Ennek megfelelően a törvény arra lehetőséget ad, hogy a családok erről a úgynevezett kötelezőségről tehát lemondjanak, és ebből adódik, hogy csak az önkormányzatnak, a fenntartónak van kötelezőségi oldala, a szülőktől pedig csak egy úgynevezett lemondó nyilatkozatot fogunk ez esetben kérni és várni, amely az adott nevelési évre szól. Ebben az óvodavezető szükség esetén a védőnő akkor, hogyha egyetért, akkor a jegyzőasszony felé kell ezt benyújtani, és ilyen szempontból, hogyha ezt a jegyző elfogadja, akkor az a gyermek abban az évben akkor nem látogat óvodát, nem kell neki óvodába menni. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy mindez egészen 5 éves korig, akár családi napközében is teljesíthető legyen, amelyet tudunk, hogy egészen más profil, mint az óvoda, ott akár 14 éves gyerekekig is ott vannak a gyerekek az óvisokkal együtt. Ebből is adódik tehát annak az értelmezése, hogy a kötelezőség, tehát a fenntartói oldal felé nézve kötelezőség, a szülői oldal tekintetében pedig egy választhatóság, egy lehetőség. A kiemelt pont ebben az évben még ugye az 5 éves kor, és a kiemelt pont a törvény szempontjából megint csak az 5 éves kor, hiszen például azok, akik esetleg családi napköziben töltik, vagy a lemondó nyilatkozatokat kitöltötték, 5 évesen nekik is azért természetesen óvodába kell már menni, és óvodába kell jönni. Ezeket a lehetőségeket tehát érdemes átgondolni, viszont az 5 évesek tekintetében a kötelem, ahogy eddig is, az továbbra is fennmarad. Meddig kell betölteni ezeket a bizonyos életkorokat, úgy értem, melyik hónapig? Ami nagyon fontos tehát, hogy a törvényi változás szempontjából egy hónapot előre fogunk csúszni az időben, ami azt jelenti, hogy idáig az önkormányzat szeptember 30-áig betöltött, harmadik életévüket betöltött családokat helyezte el az óvodába. És október 1-én itt az irodában akkor vártuk szeretettel a családokat, és ők az évközi elhelyezés szempontjából igyekeztünk helyet biztosítani a számukra. Ez a határidő egy hónapot előrébb lép, ami azt jelenti, hogy augusztus 31-ig kell a harmadik életévet betölteni, nekünk pedig e tekintetben van egy kötelezőségünk a felvétellel kapcsolatban. Tehát aki a 2015. május 4-i, 8-i beiratkozási időszakban érkezik az óvodákba, az ő gyermeke, hogyha augusztus 31-éig betöltötte a harmadik életévét, akkor lényegében nekünk van egy felvételi elhelyezési kötelezettségünk. Ők fognak elindulni valamelyik kerületi óvodába szeptember 1-ével. Azok a családok, akiknek a kisgyermeke szeptember 1-ét követően tölti be a harmadik életévét, az a korábbi megszokott és bejáratott módszernek megfelelően itt az irodában az úgynevezett évközi elhelyezések programjába kerül, ami már nem kötelezőséget ró az önkormányzat számára, hanem egy lehetőséget és egy segítő kezet, hogy igyekezzünk ezeket a családokat is megtámogatni egy óvodai férőhelyjel és segíteni a gyermekek elhelyezését egy hegyvidéki óvodában. Az óvoda érettség nagyon fontos szempont még ennek a témának a kapcsán. Mikor tesz számít valaki óvoda éretnek, hogyan lehet ezt megállapítani, és mennyire kell a szülőknek aggódniuk? Azt gondolom, hogy az óvoda érettségnek a legfontosabb kritériumi szempontjából összességében egy fontos dolgot érdemes kiemelni, mert a szülők tekintetében is mindig a legnagyobb aggodalommal jár, ez a bizonyos szobatisztaság kérdésköre, hiszen minden más tekintetben az egyéni bánásmódnak köszönhetően, a differenciált programjainknak köszönhetően, ami valamennyi óvodába megtalálja a családokat, egy olyan fajta fejlesztési programot tudunk biztosítani, amely garantálja és segíti azt, hogy a gyermekek a harmadik vagy a negyedik óvodai év végére akkor bizonyára az előbb említett módon tudjanak az iskolába lépni, tehát sikeresen. A szobatisztaság kérdését viszont azért szeretnénk ilyen tekintetben különösen is kiemelni, hiszen ameddig a bölcsödében biztosított
a pelenkázásnak a lehetősége, biztosított ezeknek a higiéniai háttereknek a lehetősége, addig az óvodában azt kell látni, hogy szemben egy bölcsődei csoporttal, vagy egy családi napközis csoporttal, ahol mondjuk 14 gyermek van, és ott 2-3 gondozó is segíti ezt a gyermeknek a mindennapi tevékenységét, addig az óvodában már egy 25-30-as létszámban egy óvónéni várja a gyermekeket egy dajkával, és ilyen tekintetben ott egy öltöző lehetőség van biztosítva a gyerekek számára a mosdókkal, de ez a pelenkázási lehetőséget, a higiéniai feltételeket ilyen értelemben nem fogja tudni rendszeresen biztosítani. Így is előfordul egy-egy baleset, de azt természetesen másképp kezeljük, de ez egy alapvető követelmény így az óvodába lépésnél. A többi dolgot ugye hasonlóképpen az iskolai érettségnek megfelelően a 3 pontba lehetne tulajdonképpen behatárolni. Az egyik az ugye a testi érettség, a testi fejlettség, a másik lesz a bizonyos szociális érettség, és a harmadik pedig ugye azok a kognitív ismeretek, amelynek valamilyen formájában már meg kell, hogy jelenjen a gyermeknél. Az óvodák ugyan adott alapító okirataikban jelölik meg, hogy melyek lesznek azok a plusz specialitások, amelyekkel tudják fogadni a gyermekeket. Hogyha valamelyik gyermek egy adott részképesség területén esetleg elmaradottabb a koránál, akkor az adott óvodák alapító okiratában megmutatott kormányzati funkciók segítenek a szülőknek is a tekintetben tájékozódni, hogy melyek lesznek azok a speciális programok, amelyekkel még az alapprogramon túl a részképesség zavarokat tudjuk segíteni. Ilyenre gondolok, mint a mondjuk a beszédfogyatékkal élő gyermekeknek a támogatása a mindennapokban, vagy esetleg az érzékszervi nehézséggel, ugye a gyengénlátók, nagyothallókra gondolunk, akiknek a programját akkor ilyen tekintetben a szakembereink, a fejlesztő pedagógusok segítségével tudják segíteni. Több-több részképesség elmaradás lehetséges. Mindig azt szoktuk mondani, hogy van egy biológiai kor, amely ad mondjuk egy év korkülönbséget akár adott csoporton belül, hogyha tiszta csoportról beszélünk, még ekkor is. Ugyanakkor a mentális kor akár adhat két gyermek között, akinek csak a biológiai kor elmaradása mindössze egy év, 4-5 éves különbséget is. Ezek lesznek tehát azok a nagyon fontos fejlesztő programok, hogy sokkal inkább a biológiai kornál fontosabb a mentális kor, ezeket hogyan tudja az óvoda az egyedi specialitásával fokozni, biztosítani. Erre garancia maga az óvodapedagógusi gárda, akik egy kiváló szakmai csapatot biztosítanak a hegyvidéki óvodákban, és mellé az önkormányzatnak az a plusz vállalása, hogy bár az állam nem látja finanszírozottként, sőt egyáltalán is látja a rendszerben, hogy léteznének úgynevezett fejlesztő pedagógusok, mi ettől függetlenül fontosnak gondoltuk, hogy valamennyi óvodában legyenek fejlesztők, akik a gyermekeket támogatva, szűrve, vagy a csoporton belül egy integrált programban, szükség esetén pedig akár a csoportból egy rövid időre, egy 15-20 percre kiemelve ad egy olyan fajta plusz támogatást, plusz segítést, amellyel a gyermek akkor még könnyebben tud ezen az úton, akkor az ő fejlődés útján akkor elindulni. És együtt dolgozunk természetesen szinte napi szinten a szakszolgálattal, ahol egy olyan hegyvidéki program tudott kialakulni, ahol ugyanazt a gyermeket megvizsgálja egy gyógytestnevelő, megvizsgálja egy pszichológus és megvizsgálja egy logopédus, mellé érkezik az óvodának a fejlesztő nevelője és a két óvodapedagógusa. Tehát én azt gondolom, egy olyan szakmai tím áll minden egyes gyermek mellett és mögött, akik kellőképpen több irányból, a szakma több specialitása irányából fognak tudni rátekinteni a gyermeknek az életútjára. A gyermekek szempontjából ugye mindig készítünk egy személyiségfejlesztési tervet, egy személyiségfejlesztési programot. Azt kell látni, hogy ha elkezdjük ezeket a személyiségfejlesztési programokat akár csak dokumentálni is, hát az a harmadik, negyedik év végére valóban egy vaskos aktává nő, de ebben viszont a szülői közös anamnézistől egészen a szociometriákon keresztül, a mindennapos tevékenységeken át, az egyéni fejlesztési tervig bezáróan minden dokumentálni megtalálható, és azt a szülők szempontjából pedig fél évente egy-egy fogadórán vissza is jelezzük, vissza is csatoljuk, függetlenül attól, hogy a mindennapos reggeli találkozásnál tudunk-e mindig kielégítő választ adni, vagy nem. Ezt tehát fontosnak gondoljuk, és alapul is vesszük. A harmadik, negyedik év végén meg lehet kérdezni, mi történik ebben a hatalmas nagy aktamennyiséggel, hová kerül ez. Hát azt kell mondanom, hogy nekünk van egy megőrzési határidőnk, ez 50 év. De nem is az 50 év a fontos, hanem az, hogy
elkészítettük azt a hegyvidéki eljárásrendet, amely tekintetében, ha a gyermek az óvodai éveit lassan befejezi, akkor, és az iskolába felvételt nyert, akkor az iskolának az iskolai beiratkozást követően, és hangsúlyozom, hogy csak is követően, ugye az iskolai beiratkozások április hónapban szoktak megtörténni, erre a hegyvidéki most említett program lehetőségre pedig május végén, június közepén van lehetőség, akkor ezeknek a személyiségfejlesztési dokumentumoknak egy eszenciáját, ha a család is egyetért, és az adott iskola vezetője igény mutat az óvodavezető felé, akkor mi továbbítjuk és biztosítjuk az iskola számára. Ez miért fontos? Mert akkor van ez a hosszú nyár, amelyben a tanító akkor már fel tud készülni, megismeri már a névsor alapján, kik nyertek felvételt az iskolába. Ezt követően igényt tud nyújtani az óvodák felé, hogy szeretne egy picit betekinteni abba az egyéni életútba, amelyet majd ő fog akkor folytatni, és ennek megfelelően szeptembertől egy olyan differenciált osztályprogram tud elindulni valamennyi hegyvidéki iskolában. Ezzel a lehetőséggel él minden valamennyi intézményvezető, amely garantál egy olyan programot, amely minimalizálja az óvodai iskola átmenetnek a határát, nem ad olyan törést, mint esetlegesen azt máshol, más kerületekben, vagy Magyarország más területén biztosít, vagy ad, mert nem egy ismeretlen gyermekcsoportot fog szeptember 1-jével a pedagógus akkor köszönteni majd a tanteremben, hanem egy olyan csoportot, akinek esetleg nyáron pont ezek miatt a anamnézisek és család és személyiségfejlesztések miatt akár egy családlátogatás kezdeményezésével már el tud indulni egy komplex program indulóképességek mérésével, egyéni fejlesztéssel. És hogyha az óvodában a belépéskor, mivel így történik, és az iskolában ez így folytatódik, akkor lényegében azt látjuk, hogy nem szakaszai vannak a gyermek intézményes nevelésének, hanem lényegében egy folyamata van a gyermek intézményes nevelésének, amit bizonyos tekintetben hol bölcsödének, hol óvodának, hol pedig iskolának nevezünk, de az ő életútja szempontjából nem töréspontok vannak, hanem egy folyamatok, amelyek lényegében így az intézményes rendszeren belül tagolva vannak, de az ő életútja szempontjából egy folyamat. Tehát ezek szerint élő kapcsolat van itt a különböző intézmények között? Egyrészt az élő kapcsolat, másrésztről pedig annak a hegyvidéki programnak a lehetősége, hogy nagyon sokszor ezek a személyiségi dokumentumok, amelyről beszéltünk és egyeztettünk, hogy mindenki megismeri, visszajelzéseket biztosítunk, egy nagy tím ugye foglalkozik a gyermekkel. Fontosnak érzem, hogy ezek ne az irattárba végezzék, és ne az iskola megint egy nulláról, egy előről kezdje majd a munkának a lehetőségét, hanem lehetőség legyen arra, hogyha az óvoda megkapta azt a bizalmat, és vele együtt az óvodapedagógusok, hogy ezt a gyermeket, azt ők segíthették az életútjában, intézményes oldalon, akkor mindez ne nullázódjon le és kezdődjön az iskolák szempontjából egy ismételt előről kezdődő felmérés, amelynek esetleg megint fél év, egy év az időszaka, és eljutnak arra a pontra, amelyet már az óvoda már bemért. Hanem lehetőség van arra, tehát, hogy ez az egyéni életút, ez az egyéni fejlesztési program, ez zökkenőmentesen, zavartalanul egy másik szinten folytatódjon tovább. Tehát azt tudtuk mondani, hogy ahogy az óvodai programok is, amikor a kis-közép nagycsoportos programról beszélünk, akkor koncentrikusan mindig bővülnek. Ugyanazokat az alapokat vesszük elő, ugyanazokat a területeket járjuk körbe, tehát mindig egy picit több ismeretet biztosítunk, egy kicsi új verssel, egy kicsi új dallanyaggal, egy új rajzos technikával fogjuk megtalálni ugyanazt a témakört. Ugyanezt teszi az iskola is, hiszen ott a számkörök már nem a 6-osban, hanem esetleg már a 10-esben, 20-asban, és így tovább bővülnek. Tehát erre mondom, hogy jól látható egy pedagógus számára is, ez a kisgyermek például hol tart a számfogalmak tekintetében, mivel lép be az iskolába, mi lesz az ő induló képessége. Lehet, hogy már a 100-asban is számol. Akkor ez a tanító számára ez egy jó indulás, hogy nem kell akkor megtanítani neki az 5-ös meg a 6-os számkört még egyszer, és úgy lépésről lépésre jutni el a 10-es, 20-es számkörig. Melyek azok a legfontosabb időpontok, amikre érdemes a 2015-2016-os tanévben odafigyelni? Én azt gondolom, hogy ugye február 11-én volt a szülői fórum. Én általában ez az időszak az, amikor szoktuk mondani előjük azt a startpisztolyt, amikor felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy most indulnak el azok a bemutatók, nyílt napok az intézményekbe, az óvodákba, amelyre nagy szeretettel várunk mindenkit. Egy picit jobban megismerjék, jobban tudjanak beszélgetni az óvodapedagógusokkal, jobban megismerjék azt az intézményt belülről,
és a programját nem csak olvassák, hanem látják is, hogy hogyan tud megvalósulni mindez a gyakorlatban. Ez az egyik tehát, ami kulcsfontosságú. Ekkor jelenik meg, és akkor adjuk az családok kezébe, az óvodások leszünk kiadványunkat, amely a honlapon is megtalálható, és minden egyes dokumentum, ami a beiratkozással, felvételel kapcsolatos, az mind természetesen mind az óvodák, adott óvodák honlapján, mind pedig az önkormányzat honlapján egyaránt olvasható, letölthető. De ami fontos, hogy tehát februárban elindul a szülői fórum, és utána március, április, az pedig a bemutató programok, a bemutató foglalkozásoknak az ideje. Ez minden óvodában más, ezt is szoktuk egyeztetni egymással, hogy ne legyenek ütközések, hanem próbáljuk megtalálni a naptárban ennek a 2,5 hónapnak azt az időszakát, ahová mindenki, hogyha mindenhová szeretne eljutni, akkor lehetőséget kapjon. Ezután a májusi lesz egy fontos beiratkozás, ugye május 4-e, 8-a közötti időpont. Ennek a hirdetménye már mindenhol megtalálható, ki vannak függesztve az óvodák falaira is, bejárataira is, szintén már február közepétől olvashatók mindezek, amely a beiratkozásnak a szabályait, a programját részletezi. Mit kell magukkal hozni a szülőknek ezzel adott az időszak alatt? Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez az egy hét zajlik az óvodákban, az adott intézményekben. A egyvidéki elektronikus beiratkozásnak köszönhetően pedig nem kell a családoknak több óvodába ellátogatni, hanem igazából, amit fontosnak gondolunk és fontosnak tartunk, hiszen két óvodát lehet megjelölni a jelentkezés alkalmával, egy úgynevezett választott, egy vágyott óvodát és a körzetes óvodát. Abba a vágyottba kell elmenni, amely a lap legtetején szerepel, a körzetességet pedig maga az elektronikus rendszer hozzárendeli a lakcímhez. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos az életvitelszerűség szempontjának a betartása. Erről hosszan beszéltünk a fórumon is, és lényegében azok a törvénymódosítók, amik ezzel kapcsolatban készültek, és a tavaly évben elfogadást kaptak, azok pont ezeket támasztják alá, hogy fiktív lakcímek szempontjából milyen olyan ellenőrzési jogosítványai vannak az óvodáknak, amelyek mindezt akkor akár felülbírálhatják, és ez azt jelenti, hogy akkor az óvodai felvételtől el is búcsúztatjuk akkor azt az érintett családot, hiszen egy fiktív dologról beszéltünk. A jogosultsági nyilatkozat maga egy büntetőjogi felelősségi aláírást is vár és kér, ennek a részletei szintén megtalálhatók minden egyes dokumentumnak a hátoldalán. Ezeket is azért tartottunk fontosnak és kiemeltnek, hogy érződjön, hogy minden hegyvidéki családon szeretnénk igazából óvodai férőhelyet biztosítva segíteni, de nagyon fontos, hogy valóban csak a jogosultsággal rendelkező hegyvidéki családoknak tudjuk ezt a programját támogatni és segíteni. Most egyre nincs lehetőség arra, hogy agglomerációból, szomszédos kerületekből is biztosítsunk óvodai helyeket. Itt szeretném elmondani a lakcímkártya és a munkahely tekintetében is, hogy mi a lakcímkártyát tartjuk elsődlegesnek, és hogyha még marad szabad kapacitás, akkor tudunk arra figyelemmel lenni, hogy valakinek a munkahelye esetleg itt a hegyvidéken van, és úgy nézni valamilyen elhelyezési lehetőséget. Amikor megvolt a május 4-e, 8-i beiratkozási időszak, akkor lényegében nekünk egy nagyjából 3 hét áll rendelkezésre arra, hogy akkor eldöntve, hogy az óvodavezető fognak dönteni ugye arról, hogy kik kerülnek be az óvodába, akkor megszülessenek a határozatok és kimenjenek az értesítések. Ezután pedig fogjuk látni, és fogják látni a családok, hogy akkor az ő vágyaik, azok hogyan tudtak megvalósulni, vagy mennyire inkább a körzet felé kellett elmozdulni. Nagyon fontos annyit még elmondani, hogy a körzeti feladat, az feladatellátás az egy elsődlegesség, tehát ilyen szempontból egy adott óvoda akkor tud fölvenni oda nem körzetesként jelentkező családokat, ha a körzetes igényét maradéktalanul tudta teljesíteni, és még van szabad kapacitása. Egyet szeretnék még kiemelni, hogy ha egy adott óvodába aktív óvodai jogviszonyban egy testvér már van, mi azokat a családokat természetesen nem szeretnénk különválasztani, tehát ez is a körzetesség egy fontos állomását jelöli meg, nem csak a lakcím szerinti, hanem az aktív testvér szerintiség is, és ezután érkeznek azok az esetleg még szabad kapacitású helyeinkre, amit az alapítókeret maximalizál a létszámában az oda még érdeklődő és vágyódó családoknak az elhelyezése. Most még folyamatban van az elhelyezés, ezért erről egyelőre nem érdemes beszélni, de az elmúlt években mik voltak a tapasztalatok, sikerült-e a szülőknek az igényeit teljesíteni?
Én azt gondolom, hogy nagyjából az rajzolódik ki évek óta, hogy a szülőknek a jelentős többségének a felvétele már az első körben, a májusi időszakban biztosítottá tudott válni. Itt a tavalyi évben azt mondhatjuk, hogy egy 630-as volt a beiratkozási létszám, és az a 630-as beiratkozási létszámból az elhelyezéseket követően 73 fellebbezés érkezett a másodfokú eljárás, amit az intézmények megkaptak. Azt gondolom, hogy ilyen tekintetben lekövethető, hogy mekkora százalék ez az arány. Ebből voltak olyanok, akik akkor helyi hiányos elutasítást kaptak, és voltak olyanok is, akik már kaptak egy óvodát, csak valami oknál fogva szerettek volna egy másikat kérni helyettük. Ilyen tekintetben akkor egy fellebbezési bizottság ült össze az elmúlt időszakban, és természetesen azokat vette előre, akik teljes helyi hiányos elutasítást kaptak, tehát nem volt férőhelyük, és hogyha az ő esetükben a körzetes óvoda az alapítókirattól eltérő létszámemelést, amit ugye a bizottság hagyott jóvá, tudtunk teljesíteni minden körzetes elhelyezést, akkor tudtuk ezt a elmozgási, átmozgási igényt valamilyen formában, hogyha valóban rászorultságról volt szó, akkor figyelembe venni. Mai napra annyit tudtunk elmondani, hogy szeptember 1-ével úgy tudtuk elindítani az óvodai életet, hogy nem volt olyan hegyvidéki család. 14. szeptember 1-én, akinek nem tudtunk volna valami férőhelyet felkínálni, illetőlegesen az évközi beiratkozások szempontjából is azt tudjuk mondani, hiszen szeptember 30 után, október 1-től ugye itt az irodán sorra jelentkeztek a családok, hogy mindenkinek tudtunk férőhelyet felkínálni, és a család döntésére volt bízva, hogy az a férőhelyet akkor elkívánja fogadni, vagy nem. Van esetleg még bármilyen hasznos információ, amit fontosnak tartana megosztani az óvodáztatással kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy megköszönjük a családoknak azt az együttműködést, amelyet a mindennapok folyamán tapasztalunk az óvodáinkban, és abban kérjük továbbra is, hogy a családokat, hogy az a most már jó bejáratott és jól elindított, lassan 5 éve működő beiratkozási forma szempontjából legyenek nyugodtak, látogassanak el minél több intézményben, nézzék meg ezeket a nyílt napokat, hiszen őértük szervezzük, és tulajdonképpen legyünk arra büszkék valamennyien, hogy valamennyi hegyvidéki óvoda nagyon magas nívóval, nagyon magas színvonallal működik. Tehát ilyen értelemben annyi biztos, hogy senkinek semmiféle csalódást nem okoz, hogyha nem egy A, hanem esetleg egy B óvodába kerül be, hiszen ahogy kezdtük a beszélgetést, lényegében a hegyvidéken egy szivárvány sokszínűségét tudjuk megvalósítani. Valamennyi óvoda bázisként biztosítja az országos alapprogramot, és emellé egy-egy olyan szivárvány szint erősít, egy-egy olyan specialitást tesz mellé, amellyel tulajdonképpen az óvoda egy picit mássá tud válni, mint a többi, de minden óvodát elér valamennyi központi kedeti program, minden óvodát elérnek azok a fejlesztések és azok a pluszok, amelyek tulajdonképpen biztosítják azt, hogy itt a hegyvidéken valamennyi gyermek nagyon harmonikusan és nagyon biztonságosan töltse minden napjait a hegyvidéki óvodákban. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat és a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!